Már mindig kérdezik, hogy hát, hogyha színésznő akartál lenni, vagy énekesnő akartál lenni, akkor híres akartál lenni, és akkor mindig mondom, hogy a túrót, én egyszerűen csak műzikeleket akartam énekelni. Nem tudom, hogy miért derogál egy Gulka Jánossal beszélni telefonon, el nem tudom képzelni. Ugyanis ő, tehát őt nyilván a színészi kvalitásai miatt választják meg egy ilyen posztra, nem pedig bármi más miatt. Hát tegeződni fogunk, bár én a nőkkel kapcsolatban visszafogott vagyok, de hát Kossikát elég régóta ismerem. Ha magázni szeretnél, most lehet. Ezt mondd meg egyszer, mi a, ezt a hangot honnan veszed? Innen a torkomban. De még egyszer? Ha magázni szeretnél, azt is lehet. Szerintem minden férfi beledög lenne. Bele is virultam. Ne, ez nagyon szép volt. Na, gondolkodtam, hogy mivel kezdjem, és úgy döntöttem, hogy egy olyan történetet mondok el, ami alkalmat ad arra, hogy beszélj papádról, és egyáltalán nem túlzás, ha azt mondom, hogy az országszerte ismert és kedvelt egykori énekesről, sőt, még itt a internet azt is olvastam, hogy humorista. Lehet, hogy egy kicsit megsértődött volna, bár mondjuk, amit a Hoffival műveltek, azért az nem volt semmi. Nem? Szerintem nem sértődött volna meg. Nem? Nem? Nem tudom, nekem nem. Na, a történet a következő. Én a Havasnéval, meg a Bajor házaspárral nagyon sokat nyaraltam együtt az édesapáddal és a mamával. Ezt tudom. És egy alkalommal tényleg gondolkodtam, elég gyakran nyaraltunk a Bahamákon, tehát a karibi térségben, ezért aztán most nem tudom, hogy hol történt, Dominikában vagy Jamaikán, nem tudom, rohadt nagy eső volt, de hatalmas nagy eső volt, és trópusi, tehát amikor egy méterre nem látsz. Na, lényeg az, hogy apád nem teniszezett, a Bajor egyszer jött teniszedzésre. A következő volt, Lacika a sofőrje állt a pályaszélén egy hamutartóval, imi cigizett, az az edző ott majdnem öngyilkos lett. Közben néha egy kis viszkit is hívott hozzá, óriási volt. Mi más? Na mindegy. Lényeg az, menjünk teniszezni. Hát én tudok teniszezni. Ők ketten nem tudtak teniszezni. Pedig a papa járt teniszezni elég gyakran. Igen. Hát az, nem aztán vagy ott volt, vagy nem. A mindegy, a lényeg az, hogy én még ilyen pályát nem láttam. Nem salak volt, nem műanyag volt, valami agyagos szar volt, és a hatalmas eső után apád beöltözve, kezében egy kölcsönütővel, amit szereztünk, berohant a pályára, azonnal elesett, és azonnal elszakadtak a tétszalagjai. Tudom, egyrészt ezt már mesélted nekem, azt a történetet, meg hát ugye hát emlékszem rá, hiszen a papa után ugye műtétre szorult itthon. Igen. Na most vannak érdekes részletek, de hagyjuk. Ebből vezesd a papa jellemét, ahogy te visszaemlékszel, gyerekként, felnőttként. Igen. Tehát hogy? Nem is tudtál teniszezni igazán. Kurvára esik az eső. Így roham be, mint André Agassi vagy Roger Federer, és azonnal elesik. Tehát bemelegítés nélkül ott kezdődik. A másik pedig, hogy de ha nem is nézted, tehát hogyha rögtön az elején elesett, akkor honnan tudod, hogy nem tudod teniszezni? Mert azt mondta. Ja, de hát ezt ő azért mondja, hogy én nem tudok teniszezni, hogy majd elkezd teniszezni, akkor meglepődjél, hogy ja, ez a nem értem. Tudok teniszezni. Tehát ez a típus? Ez a típus, igen. Amúgy ez nem volt egy annyira boldog történet, ugye, mert hát utána akkor te is tudod, hogy végig az egész nyaralást a szobájában töltötte, és ahogy mesélted, te vittél neki egy kis... Minden nap vittem egy üveg bort. Köszönöm szépen. Igen, tehát de erre biztos jobban... De hozzá kell tennem egyébként, hogy rajtam kívül a Saci a mama volt még, aki igen. Ott pátyogat, hogy mi ketten igen. Voltunk. Ez is jellemző egyébként. Hogy hirtelenjében az a baráti társaság az úgy eltűnt. Hát volt jobb dolguk. Volt jobb dolguk, igen. Ugye aztán ugye hazajött, és akkor hát megműtötték, stb. Nagyon hosszú ideig lábadozott. Hát ugye az egész személyiségét ebből az egy történésből... Próbáld meg. Levezetni. Hát az egyik, hogy nagyon szeretett utazni, nagyon szerette a társaságot, nagyon szeretett sportolni, tehát az biztos, hogy mindig minket is megpróbált erre rávenni, ez nem sikerült neki olyan nagyon, mint amennyire ő szerette volna. Az is nagyon jellemző, hogy mondod, hogy vittél neki egy üveg bort, tehát nagyon szeretett inni, és nagyon szerette az életet. Szerintem ebből én ezt szeretem, tehát én ebből ezt emelném ki inkább, hogy nagyon szerette az életet, és
ha valamilyen párhuzamot vonhatnék, akkor az ő élete és az enyém között, akkor ezért nagyon hálás vagyok, hogy ezt az életszeretetet tanulhattam tőle. Vagy ez mi, miben nyilvánult ez meg? Nála? Tehát, nem, nála. Tehát megállt egy hegytetőn, és imádta a panorámát. Megszagolt egy virágot, és imádta ilyesmi. Az illaza. Ez a típus? Ez is megtalálta mindenben a jót, vagy meglátta mindenben a jót. Ha valami rossz volt, akkor egy nagyon rövid ideig volt ezzel problémája, és aztán így megrázta magát, és azt mondta, hogy na, le van szarva, megyünk tovább. És én ezt borzasztó, ezt a túlélő ösztönnek nevezem én, és ezért nagyon hálás vagyok, mert szerintem az nagyon fontos. Én régóta gondolkodtam azon, hogy jó volna egy könyvet írni, mondjuk nem fogom megírni, de mégis ismert emberek gyerekei. Ez egy nagyon tanulságos dolog lenne. Szóval az érdekelne, hogy mi a közös bennetek, vagy mi volt a közös bennetek. Tehát papa, lány. Van ez a közhely, hogy a papás lány. Igen. Nálatok ez tipikusan jellemző volt? Szerintem igen. Most az, hogy ez azért van, mert van egy ilyen... egy öcséd is egyébként. Igen. Van egy testvérem. Én azért nem gondolkoztam, hogy most ez azért van-e, mert van egy ilyen közhely, vagy azért van-e, tehát ezt egy gyerek ezzel nem gondolkozik. Persze. Nyilván, hanem ez tényleg működött. Nyilván ő is mindig mondta, hogy én vagyok az ő gyöngyvirágos kiskertje. Az ahogy ő engem megölelt, az én ezért borzasztó hálás vagyok, mert engem ő tanított meg erre, hogy az ember a szeretetét akár ilyen taktilisan is ki tudja fejezni, öleléssel. És hát a kettőnk között lévő nagyon elgondolkozott, Henrik. Igen, azon gondolkodtam el, hogy manapság a fizikai érintkezés az számomra egy nagyon fontos, intim dolog, tehát az, hogy a nagymamám katona koromban, mielőtt vacsora után elindultam volna a pevodvarra, megsimogatta a fejemet, fogtuk egymás kezét, nekem ez borzasztó fontos volt. És ma valahogy, én nem tudom miért, de ez a fizikai kontaktus, amiről mi beszélünk, hogy megölelt apukád, és nem tudom, ez valahogy ciki, vagy nem tudom, vagy ez valami hülye kampány van, hogy nem érintjük meg a másikat. Nem tudom, hogy ez ma napság van-e máshogy, de azt is el kell fogadni, hogy nem minden embernek ez a szeretet nyelve, ami nem volt olyan könnyű, mert a mi családunkban sem mindenkinek ez volt a szeretet nyelve, nekem igen, és a papának is, hála jó égnek. Úgyhogy én ezt tőle tanultam, de nem csak ez, hanem mondjuk ahogy a zenéhez hozzáállunk, és most nem a zeneelméletre kell gondolni, hanem az, hogy mondjuk vele tudtunk leülni, úgyhogy bent valami, mondjuk legyen ez Puccini, tök mindegy. Ő ott ült a fotelban, én itt ültem a fotelban, és akkor előbb-utóbb így elfordulva, én is sírtam, ő meg úgy sírt, és akkor egy idő után rájöttünk, hogy nem olyan ciki, ez mind a ketten sírunk. Szóval, hogy ezt csak vele tudtam otthon a családban megélni, mással nem, vagy akár az élet apró örömeinek az élvezete. Tehát ő soha nem ült így, hogy nincs munka, ilyen sose volt. Ő mindig tervezett, mindig kitalálta, hogy akkor lakóbusz. És akkor előre ugye a térképre rárajzolt egy ilyen, voltak ilyen szövegkiemelő filcei, mindent azzal csinált, és akkor, hogy merre fogunk menni, akkor ott megnézte a látnivalókat, és ezt végigcsinálta ugye sok országgal, tehát nem egy utazás alatt, hanem akkor volt a síjelés, akkor kitalálta, hogy megtalál síjelni, akkor görkorcsiászunk, volt egy időnk állnak, görkorcsiászunk, hát a vitorlázáson már nem is beszélve, ezeket, és hát észrevettem, hogy én ezeket ugyanígy csinálom az én lányommal, most indulunk például nem olyan soká a lakóbusszal, ugyanígy, ahogy a papa kitalálta, tök mindegy. Ez meg a régi lakóbusz? Igen, hát nem a legelső, hanem ez a legutóbbi, igen. Igen, hogy akkor elviszem őt például Gyergyószárhegyre, ahol a papa született, tehát nem ott született, ezt csak úgy mondtam, mert ugye Bukarestbe született, de hogy ahonnan származik, ahol a család származik, vagy voltam már a lányommal máshol is a busszal, stb. Szóval, hogy ezt én ugyanígy csinálom végül is, nem mindent, mert például az ivás nem. Csak mondom, mert sajnos voltak ilyen... Neki, hát amennyire én ismerem, ő a társaság miatt italozott. Igen, neki ez igazából egy... Nekem az volt a gyanús, hogy a Bajolimi így lehúzta a vizes pohár viszkit, és azonnal kólát volt rá, mert nem bírta az ízét. Na most, nekem az volt a gyanúm az ő párosukban, hogy szerintem ez egy ilyen rituálé volt, hogy iszunk. Hát, igen, a papánál ez egy igazából ő egészen más volt a kiindulási
alap, vagy hogy is mondjam. Tehát a papa csak emelte a jó kedvét, vagy emelte a társasági élet örömeinek a örömeinek az örömeit. Jó, mindegy. Szóval ezt nem mondtam szépen. Nála nem azért volt ez az ivás, hogy lebutítsa magát, hanem egyszerűen csak a még jobban, igen, ér, jól érezzük magunkat, de érezzük magunkat még jobban. A helye hújázós volt. Igen. Említettem a mamát, a Sacit, ugye, nekem Saci. Szóval, remélem, hogy nem sértődsz meg, és a mama se, ha megnéz minket. Nekem úgy tűnt, mint egy ápolónő, aki ott van. De most, de rossz az ápolt mellett. Bár néha tényleg olyan helyzet volt, hogy ápolni kellett. Na mindegy. Szóval egyáltalán nem volt benne meg az a távolságtartás, mint az én feleségemben, hogy semmi közöm az egészhez. Én 18 éves korában megismertem, én még ott tartok. És a másik, hogy én vagyok a Kós János felesége, vagy mondhatnék nevekedel, nem akarok segít megbántani. Szóval ő valahol ott középen volt. Én ugye sosem voltam úgy, hogy én figyeltem volna ezt a relációt, de hát nyilván anyukámat nagyon jól ismerem. Ez az ő személyiségéből fakadt, ez nem azért volt, mert mondjuk a papa azt mondta, hogy ő maradjon csendben, vagy ilyesmi, nem. A mama otthon kiélte magát, otthon kiosztotta az utasításokat, elmondta, hogy mit hogy kell csinálni, de a társaságban ő mindig visszavonult. Ő igazából nem volt sosem egy társasági ember, ez ennyi. De ő is egy énekesnő volt. Ennek kettőnek semmi köze egymáshoz. Nincs? Semmi köze egymáshoz az, hogy ő egy tehetséges, nagyon jó torkó énekesnő, nagyon jó zenei érzékkel, az más, tehát az a színpad nyilván még sok-sok-sok mindenből áll, és ő nem vágyta sosem, nem volt exhibicionista, inkább ezt így mondanám. De mondjuk egy ilyen baráti társaságban nem is kell exhibicionistának lenni, viszont ő kellene, de ő neki nem volt szerintem egyszerűen igénye a társaságra, egy introvertált típus, és ennyi. Viszont a papával ott volt, hiszen ők összetartoztak. A lányom nem nekem mesélte, a Gál Völgyi lányának mesélte, hogy élete legszomorúbb éjszakája akkor volt, amikor megjöttem Bécsből, és igaz, hogy meghoztam neki, nyilván most a 70-es évek végéről beszélünk, meghoztam neki a Madonna posztert, meghoztam neki a papa Bécsből, de nem adtam oda a görkorit, csak reggel. Mert arra gondoltam, hogy na, mekkora öröm lesz. Hát a nagy francot lesz nagy öröm, majdnem megőrült, hogy nem kapta meg a görkorit. Pedig ő már nyilván bezengte a suliban, hogy neki lesz görkori a Bécsből hozzá a papa. És máig nem bocsátotta meg. Na, a nagy énekesztár kislánya hogy volt eleresztve az osztályban a görkorival, meg a poszterekkel, meg az öregmányám gény, amit tudom, mivel? Volt görkorim. Madonna poszterem is volt benne. Madonna posztert azt nem ő hozta Bécsből. A görkorit azt viszont Olaszországban vettük együtt. Ez igaz. Nem emlékszem ilyen sérelemre. Még rögtön odaadta, hát Henrik ezt elrontotta. Nem is erre gondoltam, hanem hogy ez egy privilégizált hely, idézőjelben sztár leánykájának lenni, igen. És ez nem mindig kezeli jól a társaság, tehát az osztályközösség, vagy úgy egyáltalán. Igen, én ezen már rég túl vagyok, tehát én semmilyen... Akkor sérelem. Emlékezz vissza. Jó, majd valahogy visszaemlékszem. Milyen volt? De azért vissza, igen. Soha nem bántotta? Olyan nagyon nem. Nem, azért én nem is olyan messze innen a Mor, az a gimnázium volt, ugye a Kodály Zoltán általános iskolában jártam énekzeneibe, ahova szintén zenész gyerekek jártak, és nem álltunk azért olyan nagyon messze, vagy távol egymástól itt társadalmilag, hogy így mondjam inkább, tehát művészek, meg zenész szakmára, hivatásra készülő gyerekek jártak oda. De lehet, hogy ennek az egésznek igazából ehhez semmi köze. Ezt én nem tudom most már így ilyen távlatból. Nem volt, én nem éreztem azt, hogy ők engem ne szeretnének. Nyilván a hétköznapokban, az utcán és bárhol más, tehát nyilván ezt viselni kellett, hogy a papa híres ember, nem jut el nekem, nem volt viszonyítási alapom, tehát én csak ezt az egy életet kaptam, ezért én nem is hasonlítgattam ezt. Sőt, akkor kicsi gyerekként egy picit valóban egy ilyen privilégiumként élte meg az ember. Később azért már nyilván az emberek kimutatták a foguk fehérét, és akkor azért volt ennek hátránya, de én nem éltem meg azt sosem, hogy ez valami rettenetes lenne. Elmentem
főiskolás korom, tehát már ugye a Színművészeti Egyetemre jártam, akkor elmentem Németországba az utolsó évben, és ott ezt én helyre raktam magamban tök jól. Hát nem tudom, hogy ezt hogy lehet ezt igazán finoman kulturáltan megkérdezni, de ugye az az ősrégi közszeg, hogy a lányos papák puskával fogadják az érdeklődőket, ezen én is nyilván átestem, mert minden papa maga elég képzeli a kisványát egy olyan helyzetben, amit ő nagyon szeretett, éppen a lányával mégsem. A te papád hogy viselte, hogy nő ez a gyerek, aztán egyszer csak már nem is gyerek, hanem egy majdnem nő, és akkor az kurva nehéz. Hát biztos, hogy nagyon nehéz volt neki. Ezt van, amikor jól viselte, van, amikor nem. Mikor mutattad az első fiút? Hány éves korodban? Kurva rég volt, mi? Hát szerintem már tényleg nagyon régen. Tehát tizenévesen, nem tudom. És kedves volt? Igen, papi cuki volt. Cuki volt, csak láttam mindig a fején egy ilyen... Ennyi, de azért tehát nagyon barátságos volt a választottjaimmal. És ez egy más dolog, hogy ő mit gondolt, hogy hova szeretné őket, és mi hogy szeretné őket kinyírni, az egy másik kérdés, de a felszínen azért ő nagyon kedves volt. Térjünk vissza oda, hogy énekzenei suliba jártál. Adja magát az, hogy a szobrász gyermeke, festő, grafikus, vagy éppen szobrász lesz, az énekes lesz, a tévériporteré, média, munkás, nálatok ez hogy volt? Nem adja, szerintem ez egy közhely, nem adja egyáltalán, mert azért az, hogy az ember örököl valamilyen képességet, lehet, hogy csak a fizikai képességet örökli, tehát mondjuk a hangot, de lehet, hogy a lelki képességet meg nem, mert azért ez nem egy olyan egyszerű dolog, én nem mondom, hogy mondjuk nehezebb, mint orvosnak lenni, csak egy másféle léleki jelenlétet igényel, tehát egyszer ott lenni a színpadon, akkor az embert ugye ott nézik, és akkor mondjuk jön egy blackout, akkor abból ki kell mászni, tehát ehhez kell valami, mi úgy nevezzük ezt a barátnőm, vagy versenyló, hogy tehát ezt nem biztos, hogy örökli valaki. Aztán lehet, hogy más meg ezt örökli, viszont a hangi adottságot nem, tehát azért ehhez sok minden kell. Nem, szerintem nem adja. Én örököltem ezt, de például a testvérem örökölte a hangi adottságokat, baromi jól énekel, de ő például nagyon nem érzi jól magát, ha figyelnek rá. Ő mivel foglalkozik? Nintendo-ra fejleszt játékokat. Tehát szoper fejleszt. Igen. És milyen a kapcsolatotok? Nagyon jó a kapcsolatunk. Igen. Az miben merül ki? Napi szinten beszéltek telefonon. Igen. Megbeszéljük a bajainkat, az örömeinket. Igen. Ugye általában az ember próbálja tervezni az életét, ahogy mondtad, hogy a papának mindig volt egy ilyen filctoll, amivel bejelölt minden. Igen, meg is van, meg is vannak ezek a térképek, el is raktam. Tényleg? Igen. Mennyire tudtad tervezni az életedet? Én? Volt egyszer egy beszélgetésünk, 15-20 évvel ezelőtt egy beszélgetésünk, egy lehetséges könyvről dumáltunk. Ja, igen, tényleg. Igen, és bennem az maradt meg, lehet, hogy teljesen tévesen, hogy neked volt Németországban lehetőséged, castingok, próbálkozások, és máig az maradt meg bennem, hogy szerintem ez neked egy fájdalmas időszak lehetett, vagy nem tudom. Valahogy... Az ott lét, vagy a hazajövés? Nem, inkább a hazajövés is. Nekem elég zavaros így 15-20 év után visszaemlékezni, hogy is volt az? Hogy mi volt ott a gond? Semmilyen gond nem volt, hanem egyszerűen nem akartam ott élni. 25 évesen nem akartam ott élni a családom nélkül. Mesélj el, hogy kerültél oda. Meg sok embert érdekel egyáltalán, hogy egy magyar énekesnő hogy kerül ki Németországba, hogyan választják ki, milyen életkörülmények közé kerül. Azért ez érdekes. Ez tulajdonképpen, hogyha valaki mondjuk ilyen musicalben akar ott szerepelni, tehát ez a német nyelvterületen, musicalekben, Auschwitz színházban, ahol ugye minden nap ugyanazt játszák, az végül is ma ugyanígy megy, csak most már nehéz bekerülni nagyon. De ez annyira régen volt, hogy már mindig így megmosolgom, mert már kit érdekel ez, hát ez a múlt évszázadban volt, 90...
9-ben, vagy 2000-ben jöttem haza. De az is találja meg, volt. Hát az Ernyei Béla máig emlegeti. Hát jó, rendben, elmondom, semmi nagy dráma, hát ugyanúgy volt itthon casting arra az előadás, ahol én itt elmentem, és sikerült megkapni azt a munkát, ez a Sunset Boulevard volt a Webbernek a musicalje, Niedenhausen, Wiesbaden mellett, és ott kaptam munkát. És onnan átmentem a Nyomorultakra Duisburgba, ugyanígy, ott már ugye más magyar kollégák is voltak velem, és onnan átmentem Bécsbe, és ott a Vámpirok báját csináltam, és egyszerűen nem akartam már tovább egyedül, család nélkül, nem volt ott párom, barátaim lettek, de nagyon hiányzott. Nagyon hiányzott, nagyon honvágyom volt. De nem gondolta arra, hogy kitörni. De gondoltam, csak én egy hülye vagyok. És de miért? Most belenéztem az interneten, és most lehet, hogy a szokásos formámat hozom. Van egy közös kép papában, mamában, te olyan gyönyörű voltál, jaj, szerintem olyan 20 éves korodban lehetett. Most sem nézel ki hosszú. Most ebből nem mászok. De tényleg egy jó csaj voltál. Köszönöm. Volt hangod. Én most nincs. De éppen az előbb mondtam, én meg is sértődtem, mert mondtam, hogy kaptam jegyet május 22-ére a Madásba a Mamma Mia-ra. Én láttam, hogy föl is idegesített, hogy olyan simán a jegy.hu lehetett még egyet kapni. Hát mert a kurva életben. Szeretném, hogyha akkor jönnél, amikor én énekelek, természetesen. Igen. Szóval mit akartam kérdezni? De igen, hát azt, hogy miért nem maradtam igen. Egyszerűen nem. Nem érezted, hogy megvan benned az a bizonyos plusz, ami kell ahhoz, hogy kitörjél és sztár legyél? Hát, hogy most itt musical sztár maradhattam, vagy lehettem volna ott maximum, dehogy nem, hát most akkor is szerepeket énekeltem. Nem, egyszerűen nem, én nem. Tehát, hogy én ebben aztán nagyon a papa, tehát, hogy mindig érzelmi döntéseket hozok, és az egy mindenképpen egy érzelmi döntés volt. Nem tudtam már ott maradni. A család miatt jöttél haza, vagy mondjuk egy fickó miatt? Nem, dehogy is, nem volt ebben pasi semmi. Nem, boldogtalan voltam ott egyedül. Most már persze lehet, hogy vagy akik például ott maradtak tovább a magyarok közül, mindegyik párral volt ott, mindegyiknek ott volt, vagy a férje, vagy a párja. Én meg ott egyedül voltam, nem éreztem jól magam, nem volt jó, hazajöttem. És az, hogy ez most jó döntés volt-e, vagy nem, most ezen miért? Nem, csak a Kovács József jutott eszembe, aki a Gráci operában, ugye, jöjj vissza hozzám, és akkor egyszer csak ott operában egy tenorista sztár lett. Igen, de ugye, most én nem tudom, hogy az ott hogy volt, de az ott nem unsweet jellegű, vagy pont fordítva, igen. Tehát, hogy ott nem ez a long running show volt, hogy minden nap ugyanaz. Tehát azért én mondjuk játszottam egy musicalt heti 8-szor. Jézus. Tehát azért, igen, és egyrészt egy ilyen dara az egész, akkor megismersz ott egy társulatot, ott lesz kettő barátod, azokkal nagyon jó, és akkor átmész egy másik városba, mert már megűrülsz, már nem tudod tovább játszani a ízét a százszerből, mert megűrülsz, hát még egyszer. A Nyomorultaknál az elején, a Nyomorultak, ami a világ legcsodálatosabb műzikeje, ha csak meghallom a tényleg, tehát el vagyok álljóva, de akkor, amikor heti 8-szor játszottam, az első héten még könnyeztünk, hogy meghalt szegény kis Gavros, fél év múlva dögöljön már meg, de komolyan. Tehát, hogy egyszerűen kiég az ember. És akkor elmész egy másik városba, megint új barátok, egy ilyen daráló az egész, és mindig ott kell hagyni, az nem volt jó. Már nem volt jó. Én inkább azt mondanám, hogy lelkileg én arra nem voltam képes, nem az én világom volt. Inkább ez a sokféleség, ami itthon van, hogy ezt is játszom, azt is játszom, ezt is játszom, azt is játszom, az sokkal jobb. És most hogy érzed magad? Kezdjük ott, hogy ugye közel lakunk egymáshoz, maradjunk a Dunakanyarban. Igen. A Dunakanyarban. Igen. És, de ezt elmondhatod, hogy te a Tahitót falu lakom, mert semmiféle, a Tesco parkolóban néha látjuk, igen, egymást szoktam tenni, de hogy éppen zöldségesnél dinnyét veszel. Igen. Erre hogy vágytál? Érzem? A Dunakanyarra? Vagy az egész életemre? Az egész életemre, igen. Jó, na elmesélem. Akkor, amikor olyan 15-20 évvel ezelőtt valahogy így beszéltünk arról, hogy talán esetleg lehetne könyvet írni a családról, a papáról, aki igen, ugye barátom volt. És igazából az volt a zavaró, hogy magánéletben meddig mehet el az ember, ahogy most a mamával igen, kapcsolatban. A másik pedig az volt, hogy mennyire szóljon ez rólad,
és mennyire szóljon a családról. Most én is veled beszélgetek, igazán rólad kellene beszélgetni, erre milyen az ember? Hát a papáról, mert igazából azért, hát a Kós akkor az János. De közben te meg Réka vagy. Igen, ez nagyon sokáig zavart, de most már nem zavar. Most már tudok erről beszélni, egyrészt a halál miatt, hogy most már tudok róla beszélni nagyon sokáig. 5 éve már, hogy meghalt? 5, igen, 19. Igen, egyrészt tudok, másrészt meg én ezt már elfogadtam. Tehát, hogy engem nem lehet így kiszakítani az ő nevétől, vagy elszakítani. Meg nem is kell, meg nem is akarom. Ha valaki annyira korlátolt, és most nem róla beszélek, mert hát nyilván sok újságíróval találkoztam már, aki egyáltalán nem lát engem, csak őt, és az az ő baja már, én ezzel nem akarok foglalkozni. Tehát arról nem beszélve, hogy én azért olyan, tehát amikor például találkoztunk, és ez most tényleg egy nagyon-nagyon szétágazó beszélgetés is lehet, hogy amikor találkoztunk, és erről beszéltünk, erről a könyvről, hogy sajnos az van, hogy én nagyon sok mindenbe belekezdek, például meglököm a mikrofont, nagyon sok mindenbe belekezdek, és aztán abba hagyom. Tehát ez is érdekel, az is érdekel, ez egy ilyen figyelemzavar, és akkor pont az nagyon érdekelt, ez a könyvírás. De van neked egyáltalán kialakult jellemet, hogy úgy kérdezem? Jellemem az van. Személyiséged, na. Személyiséged. De még mindig olyan heverencs lány vagy. Még mindig olyan heverencs lány vagy, mint 20 év akár. Én ráadásul megittem ezt a méregerős kávét, ami aztán még... De ezt most komolyan kérdezem. Hát a személyiség az van. De az, hogy viaskodik állandóan bennem az, hogy pontosan mit szeretnék csinálni, és mivel akarok foglalkozni, az állandóan változik. Ez egy nagyon nagy teher. Ennek végig is a papához nincs köze, mert ő ugye végig azért, ha voltak is ötletei, de azért ő mindig végig ugyanazt csinálta. És hogy a könyv, ahogy említetted, hogy meddig érhet a könyv őszinteséget tulajdonképpen, ugye ez a kérdés, hogy meddig. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz, mert ugye úgy neveltek, meg úgy nőttünk föl, hogy egy ilyen kirakatban. És nem lehetett, tehát nem lehetett őszintének lenni soha igazából. Még mindig az el nem készült könyvnél maradva, megint kibeszélek valamit, amit lehet, hogy helytelen, de itt, hát ugyebár annyira felkészül az ember, hogy volt neked egy Tóth Gergely nevű házastársad, és szerintem ez pont akkor lehetett, 2004 és 2007 közt volt ez, és szerintem mi akkor beszélgettünk. Igen, körülbelül. Amikor váltam körülbelül. Igen, és ami bennem megmaradt, és máig nem megy ki a fejemből, hogy kérdeztem, hogy hol van a társad. A pár az nagyon szed van a társad. És azt mondtad, hogy jegyet szed. Ja. Ja. De ez nem a férjem volt. Akkor az ki volt? Hát az egy másik. Na, elmész a pluszba. Jó, hát már öreg vagyok, hosszú az életem, voltak ott egyetlen. Én azt hittem, na mindegy. Máig emlékszem, hogy van jegyszer, de azt hiszem, nem, ez zenész. És mesélted, hogy session, tehát egy beugró zenész, egy csomó együttesben játszik, mit tudom, és mondom, hol szedi a jegyet? Ezt mondtad, hogy az Isten áldja meg, hát Sziget Fesztiválban, van átkelő hajó, ide-oda, igen. És ő meg a többi zenész jegyet szednek. Így van, szednek. Nem ő volt az egyetlen, ezt nagyon sokan csinálják. Igen. Igen. És nekem olyan furcsa volt, hogy zenész, jegyet szed, rá van szorulva, a Réka a feleség, és akkor jegyet szed. Nem voltam a feleség egyrészt, vagy, meg ezek nem függnek össze ezek a dolgok. De mesélj már, hogy milyen ez a szakma. Hát én egyszerűen nem ismerem már ki magam. Hát most, hogy akkor milyen volt, meg hogy az egy ilyen rock világban sokkal jobban benne voltam, most azért már egészen más, tehát hogy azért nyilván... De te egy ilyen rock and roll csaj voltál? Én most is az vagyok, most igen. Is? Én most is, igen. Szóval, hogy milyen ez a szakma? Hát nagyon, nagyon, én ez azt mondanám, hogy... Ez olyan szabadosságot is jelent? Nem, ne reménykedj. Azt azért. Nem. Hát ez egy nagyon hullámzó szakma. Hát, nyilván vannak, akiknek folyamatosan, állandóan mindig nagyon-nagyon jól megy és dübörög, de azért ez nagyon hullámzó. És meg lehet, és nem, de nem csak a rock világ, hanem akár ez a színházi. Szóval azért ez nem olyan könnyű ám, ahogy azt így elgondolják, mert ugye
Szóval hogy én azt szoktam, mindig kérdezik, hogy hát, hogyha színésznő akartál lenni, vagy énekesnő akartál lenni, akkor híres akartál lenni, és akkor mindig mondom, hogy a túrót, én egyszerűen csak műzikeleket akartam énekelni, és akkor hozzá ez a sok szar, ami jön, az egyáltalán nem. Ez a műzikel, ez hogy volt, hogy színpad, meg énekelek is, meg játszom is, hát meg ugye a műzikel szakon végeztem. Igen, a műzikeleket. Engem csak a műzikel érdekelt akkor. Engem semmi más nem érdekelt, csak a műzikel. Na most a hangi adottságaid nem lettek volna elégségesek az, hogy mondjuk operában is felé. Nem. És ezt így eltöntött? El lett döntve? Hát nézd, Henrik, most nem is próbálkoz? Nem. Szerettem volna különben. De nem, hát ez kiderült, hogy nem. Nézd, hogyha mindenki, ha mindenki tudná, hogy mi a képességei ez a legjobb, az sokkal jobb lenne mindenkinek. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon jól láttam, hogy az operára én nem vagyok alkalmas. A musicalre alkalmas vagyok, ezt azt hiszem, hogy nyugodtan kimenem jelenteni, ha valakinek nem tetszik, sajnálom. És nyilván még a popra is alkalmas vagyok, meg még talán a jazzre is. Na, de az operára semmiképp, és az operettre sem. Tehát ez ilyen egyszerű, ez nem, semmi különös nincs ebben. Az előbb szóba került, hogy május 22-én van még ilyen jamamamiára, ahol énekelsz. Hát abban se lehetett egyszerű bekerülni, meg gondolom rengeteg jelentkező volt. Igen, hát azt mondja, hogy hány jelentkező volt, ezt nem tudom. De sok volt. Biztos, hogy sok, mint az összes többire. Hát ez erről a tanárról, hát az Értes Tamást kell megkérdezni, hogy milyen volt oda bekerülni, vagy hogy könnyen kerültem be, vagy nem. Játszottam már akkor azért a Madácsiánban más darabokban is, és ő talán ez is számított, nem tudom. Mindenesetre nagyon örülök, mert ez a Csajci, ugye a főszereplő nő, a Donna Sheridan, ő azért, hát hogy is mondjam, eléggé hasonlítok rá sajnos. Na most nem abban, hogy nem tudom, hogy a lányomnak a három fazi közül ki az apja, mert én azért tudom, de az egész habitus az nagyon hasonlít, hogy én nagyon szeretem ezt a szerepet. Szirtes Tamás. Azt mondják, nagyon jó igazgató. Miután ott nincsen társulat, én akkor találkozom vele, amikor éppen azokat a darabokat játsszuk, amikor én bemegyek, de én nagyon szeretek a Madásba bemenni. Előtte a Návölgyi János volt a vendégem, és azt mondta, hogy kiment alóla a Madács. Mert ugye ott a musical lett a... Igen, igen. Azért az nekem a kívülállónak is egy kicsit furcsa. Mert hogy kell egy musical színház, de hát volt olyan egy rock színház. Igen, de az már nincs. Igen. De most akkor ez így jó? Ez így helyes? Én nem hiszem, hogy ezt nekem kell eldöntenem. Engem nyilván nem zavarna, hogyha játszanám a Modern Science prózát is. Az én köreimet az nem zavarna egyáltalán. Engem nem érdekel a prózai színjátszás, de hát miért is kéne, amikor én musical színésznő vagyok. Az, hogy ez hosszú távon, hogy én nem szeretnék ebben állást foglalni, az biztos, hogy az a jó, ha van minden. Most nem is egy színházon belül, de mondjuk egy városon belül. Az a jó, hogyha minden van. Most az, hogy a Madách színház ebbe az irányba ment el, mondanám, hogy ez rossz, valamilyen szinten rossz, igen, de abból a szempontból meg jó, hogy van egy hely, ahol ezeket a nagy műzikeleket rendesen eljátszák, mert azért abból nincsen nem sok, még hány színházba tudok elmenni. Van még az operát mondjuk? Hát az Igen, tehát igazából nincs, de most... Azért, tehát nem is véletlen, hogy elmentem inkább a koncertezés irányába, mert azért olyan nagyon sok helyre nem tudok elmenni játszani műzikát. Nem furcsa, hogy félek feltenni azt a kérdést, hogy mit szólsz ahhoz, hogy a Vidnyánszky, a Nemzeti Színház igazgatója szakítva a hagyományokkal nem hívta fel Kulpa Jánost. Megszabad ezt kérdezni? Megkérdezheted, igen. És mi a véleményed? Mi a véleményem erről? Az egészről. Az egész. Ahol egy ilyen van, hogy most ezzel foglalkozol. Lesújta a véleményem. Tehát én számomra megtiszteltetés lenne Kulka Jánossal telefonon beszélni. Megtörtént már, és nagyon-nagyon tisztelem őt, és nagyon-nagyon örülök, hogy ő lett ez a következő kiválasztott ember. Nem tudom, hogy miért derogál egy Kulka Jánossal beszélni telefonon. El nem tudom képzelni. Ugyanis ő... Tehát őt nyilván a színészi kvalitásai miatt választják meg egy ilyen posztra, nem pedig bármi más miatt. Így a végén. Volt egy nagyon furcsa pillanat az életemben, amikor nagyon mélyen el kellett gondolkodnom azon, hogy miken múlnak a dolgok. 2002-ben avatták fel azt a Nemzeti Színházat, ahol
most a Vinyánszki az a főigazgató, vagy mi a jó is, a vezérigazgató, vagy tudom én. Nem tudom, mi a titulus. Miközben már építették volna a Deák téren a másikat. És úgy alakult, hogy én eldöntöttem, hogy mivel a magyar színjátszás leghosszabb próba folyamata után mutatják be az ember tragédiáját a színházavaton, plusz még premier is, és erről én csináltam egy Kaiser Otto fotoművészel egy albumot. És én előtte a Bodrogi Gyulával nagyon jó viszonyban voltam, a Vojt Ágival is, és hát ő ugye a Videm Színpadnak volt ugye az igazgatója. Mielőtt visszajött volna színészként az ember tragédiájába. Igen. És egy vadonatúj élete kezdődött, szakmai élete. Mert előtte ő igazgatott. Nagyon kedves ember volt. Még annak idején ő hívott fel, hogy írjak neki, meg mit tudom én. És mindenkihez kedves volt, de mint színész úgy eltűnt. Előtte volt a Kaktuszvirága, meg mit tudom én, mindenféle slágereket énekelt a Vojtággal. És egyszer csak kiderült, hogy mekkora színész. De ez azt kellett, hogy a Svajda, meg a Szirtes, Szikora János, kitalálja, hogy a Gyulát betesszük az ember tragédiájába, akit nem így, akire nem így emlékezik. És azóta pedig hát ő az Isten. És imádják, meg hát emberként is imádják, de színészként is. Valami hihetetlen, hogy milyen változások is. Már hány éves volt a Gyula 2002-ben, nem is tudom. Hát most 90. Most volt 90? Igen, most nemrég nyáron találkoztam. Igen. Hát akkor 70 valamennyi. És egy új szakmai élete kezdődött. Igen? Mit szeretnél ezzel kapcsolatban belőlem kihúzni? Az, hogy a nőknél is van erre esély, hogy hát még csak 50 vagy la. Jaj, de szuki vagy. Már 51 leszek két hét múlva. Szerintem igen, csak hogy ehhez kell egy vágy nyilván, tehát valamilyen vágy arra, hogy az ember másban is kipróbálja magát. Sok minden van, ami engem érdekel, de van, ami annyira nem. Ugye, miért például Brechttől a Courage-i Mamácsimán el tudnád játszani? Hát én nem szeretném megsérteni a többi prózai színésznőt, akik jók lennének ebben a szerepben, hogy azt mondjam, hogy igen. Hát nekem ez jó lehet. Hát akkor az öreg, hogy látogat. Én azt Sota Irénnel láttam, csodálatos volt, úgyhogy... Nem, én sose gondoltam magamat prózai színésznek. Ezért mindig lesz így az összes kolléganőm, és eltűnnek abból. Én mindenki. Ez lehet, hogy egy... Neked olyan arcod van, ami egyszerre Marlene Dietrich is lehetne, meg Bridget Bardot is. Hát most nem akarok benyalni, de hát... A mostani olyan Bridget Bardot. Na, most komolyan, most mit szarakodsz? Lehet, hogy ebben nekem nincs önbizalmam, lehet, de nem is vágytam rá. Én nem éreztem. Mindig az volt, hogy ugye van a musical. Ugye, amikor én musical színészen lettem, csak énekeltünk. Semmi más nem volt, tehát nyomorultok, hát egy szó nincs. Most már ugye van próza. Tehát most már betétdalok vannak, meg próza. Ezeket megoldom. De én nem vágytam arra soha, hogy én csak prózát játszam. Lehet, hogy ez butaság, de én nem is most sem vágyom, és én mindig arra vágyok, mikor kezdődik már a zene? Mert akkor lehet végre énekelni. Nekem valahogy ez volt, tehát én mindig máshonnan közelítettem, a többiek a próza oldaláról közelítették, hogy színház, próza, és emellett van benne zene. Én meg mindig a zene oldaláról, hogy a zene van, és emellett van benne színészet. Úgyhogy én most már jó pár éve próbálok, nem is próbálok, hanem megyek afelé, hogy önálló koncerteket csináljak inkább, és az éneklés felé menjek, mert a musical szerepek elfogynak. És prózát pedig nem szeretnék játszani. Nem azért nem szeretnék, mert az de rossz, hanem mert nem érzem, hogy nálam annyival jobb színésznők vannak, prózai színésznők. Nem, én inkább énekelni szeretnék. Ha esetleg majd a Courage-i Mamára mégis felkér valaki, majd gondolok rá. Engem kifejezetten idegesített, hogy a papa vitorlását el kell adni. Nem az, hogy el kell adni, mások, mit? Persze, miért? Hát egy tárgy. Igen, az élet. Tárgy. Még akkor is, hogyha a gyerekkorom legszebb élményei oda. De azt tartani kell, karban kell tartani, fizetni kell a marhadrága kikötői bérleti díjat, vagy nem tudom, ez hogy nevezik. Jó, igen. Igen. De annyit olvastam már, mert a havasanak jár a blik, szóval mondom, az Isten áldja meg ezt a rékát, tehát gyújtsa föl, vagy csináljon már bele valamit, mert én már ezt nem bírom idegekkel. Azért a fontom voltam, hogy eladom az autót, megvesz azt a kurva vitorlást, hogy esél már. Igen, hogy imádtad téged. Na mi van azzal a vitorlással? Hát ezt eladtam.
hogy sikerült? Jó? Nem olyan jól, de nekem nem is ez volt a célom. Először is nagyon idős volt már, nem volt karbantartva rendesen. Az volt a vágyam, vagy azt szerettem volna, ha egy olyan helyre kerül, ahol majd szeretik. Megmondom őszintén, hogy azóta nem tudom, hogy szeretik-e azt a hajót. De lassan ott tartott, hogy tehát ugye a Balatonon irdatlan állapotok vannak hajóhelyügyben. Most állítólag azóta ez javult, de az árak nem mentek azért lejjebb. Tehát a hogy nagyságrendileg egy 2,5-3 millió forint évente. Most ahhoz, hogy én lemenjek két hétre, ahhoz jobban kéne műzőket megfizetni, úgyhogy nem, egyszerűen ennek semmilyen értelme nem volt. Egy pár évig csináltam, mert hát ugye 2019-ben örököltem meg, múlt évben adtam el, tehát 4 évig azért én ezzel küzdöttem, próbáltam így, úgy, amúgy, mindenféle módon, de aztán egyszer meg kellett hozni ezt a döntést, hogy ennek ez már csak teher volt, és nagyon-nagyon rossz volt, rettentően rossz volt tőle megválni. Nagyon rossz volt, de muszáj volt. A lányod? Ő? Hogy viszonyult a vitorláshoz? Nagyon szerette, nagyon. Ő neki ez egy nagyon nagy törés. Igen? Igen, de a lakóbusszal próbálom ezt kompenzálni, és úgy néz ki, hogy hál' Istennek sikerül is, úgyhogy hogy arra áttettük az összes szeretetünket. Ezt el kellett engedni, ezt az életformát. Ez megváltozott, ez nem úgy van már, mint tényleg régen, és most már én is olyan vagyok, mint azok, akik állandóan arról beszélnek, hogy milyen jó volt régen, de egyszerűen megváltozott. Tehát régen ott voltak a kis szakosztályok, oda jártak emberek, befizették a kis tagsági díjukat, és akkor vitorláztak. Ma ez már nem így van, tehát nagyon sokan azt sem tudják, melyik a hajó eleje, ott van a hajóhely, megveszik a 60 milliós hajót, és kiszorították ezeket az embereket, és most nem magamról beszélek, de az összes többi hasonló embert. Úgyhogy ezt el kellett engedjem, ezt az életformát, és ezt megtettem, és most már nagyon jó így. Mi maradt Kós Jánosból mára? Mára? Időnként a Facebookon felbukkan ez az amaz dalol, Hofival hülyéskedik, óriási siker ma is. Nem tudom, hogy te szereted visszanézni a fatert? Nézni nem szoktam, hallgatni szoktam, az még mindig nem nagyon megy. Hogy nekem mi maradt? Vagy hogy a közönségnek mi maradt, ez két teljesen különböző dolog. Ez amúgy az egyik legnehezebb dilemma volt, amikor ugye a halála után, meg alatt, meg egyáltalán, akkor ül, hogy ő belőle követelnek részt bizonyos emberek, és hogy én abból mennyit adok, vagy hogy nekem mit jelent, és ezt nem nagyon értik az emberek, ez lett a tapasztalat, különösen tényleg ott a temetésükön. Ezt nem értik, hogy nekem ő nem a Hofival bolondozó ember. Az is persze, az is az ő személyiségének a része, meg néztem a videókon, van ez a fekete pecsétgyűrője, az ott van nálam, ami ezen szerepel. Tehát nyilván, de nekem ő nem az, hanem nekem az a papa, aki bejön reggel, négykézláb ugatva, és úgy kelt föl reggel, azt nem tudják az ember. Tehát, hogy én nem... Persze, a dalai az ő része, amikor énekel, az ő maga, de hát én nem úgy emlékszem rá, hanem én úgy emlékszem, hogy ebédelünk, ahogy amikkel engem tanított, vagy amikkel az életre bocsájtott, vagy pont ez, amit meséltem, az életszeretet. Nekem ez az életösztöne, nekem ez ő, nekem nem a kislány a zongoránál ő, tehát ő nekem nem a kislány a zongoránál énekelte az ebédnél. Na, végezetről ezt nem kell hozzászólni. Varadero, Kuba, kurva sok nyugat-európai turista, én már kint iszom a sörömet az Imivel, Havasné a Jánossal, a Janival, bent még énekelgetnek az Amori Partizánok dalát, aztán kifelé üvöltik oroszul, nem tudom én, a Padmaskovnél vécserát. Az amerikai meg a spanyol turisták néztek, ki ez az ő két őrült. Ez az idősebb pasas, mellette egy középkorú nő, és üvöltve énekelnek. Ez maradt meg bennem. Hihetetlen figura volt a faterod. Így van. Te is az vagy. Egyébként nem azért mondom, szóval tényleg nem azért mondom, de a Hernádi Júci is el tudta játszani az öreg, hogy látogatását. A Hernádi Júci zseniális színész.